Nyolcadik éve szervez országos körutat a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete. Budapest mellett 18 vidéki helyszínen, köztük Nyíregyházán is tartanak fórumot. Ezeken a roadshow-kon a társasházakat és lakóit érintő legfontosabb témákban hallhatnak előadásokat az érdeklődők. Az országos konferencia körutaknak mindig hármas témája van. Egyszer egy pénzügyi, egyszer egy műszaki, illetve egy jogi témakört dolgozunk fel. Társasházi közös képviselőket, számvizsgáló bizottsági tagokat, lakásszövetkezeti tisztségviselőket, illetve érdeklődő tulajdonosokat várunk ezekre a konferenciákra, hiszen itt mindig értesülhetnek a legaktuálisabb jogszabályi változásokról, a legfrissebb műszaki fejlesztésekről. A társasházban élők sokszor szembesülnek különböző problémákkal, az egyszerűbb lakóközösségi konfliktusoktól kezdve a komolyabb ügyekig, mint például amikor a nemzeti eszközkezelő veszi át a tulajdonjogot és nem tudja, kinek kell fizetni a közös költséget. Ezek sok esetben társasházi peres ügyekké válnak és a bírósághoz kerülnek. Ennek fő oka, hogy a közös képviselők nem ismerik a társasházi törvényeket és nem követik a folyamatos jogszabályváltozásokat. 2016-ban állt össze egy munkabizottság, amelynek tagjai egy egységes ítélkezési gyakorlatot alakítanak ki a bírók számára. A munkacsoport összegyűjtötte az ország területéről, a megyei törvényszékekről a társasházakkal kapcsolatos pereket, és ezek alapján fogják kiadni azt, hogy milyen útmutatót mutatnak majd a bírók részére, tekintettel arra, hogy több témában egészen másképp ítélkeztek az ország egyik felében, mint a másikban, és ebben egy egységes állásfoglalást fog kiadni majd a kúria elnöke. A magyarországi társasházak közel fele az 50-es években épült, és mindössze 8%-uk fiatalabb 37 évnél. Ezek energiakorszerűsítése akár 50%-os rezsicsökkenést is jelenthetne a lakók számára. A fejlesztésekre hitelt vehetnek fel, de lakástakarék pénztári megtakarítással együtt 10 év alatt akár 3 millió forint állami támogatást is kaphatnak. Legkézenfekvőbb és a megtakarítások közül a legjobb az, hogyha ehhez a hitelhez lakástakarék pénztári megtakarítást kapcsolunk. Természetesen ez lehet régi lakástakarék pénztár, lehet új szerződés, amit ehhez a hitelhez fedezetként bevonunk. Ugye a lakástakarék pénztárnak továbbra is 30% az állami támogatása, kamatadómentes betéti kamatot kap, tehát ebben a megoldásban lényegesen magasabb a hozama, mint bármilyen más konstrukciónak. A társasházak az egyik pénzintézetnél most pályázni is tudnak másfél, 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra. Ennek köszönhetően 10 társasház és lakásszövetkezet juthat plusz forráshoz. Három kategóriában várja a pénzintézet a projektötleteket: energetikai fejlesztésre, személyi és vagyonvédelmet támogató beruházásokra és lakóközösségi programok szervezésére.